nemzetem meg fog maradni, az én nemzetem magyarul fog beszélni a világ legelképesztőbb és legváltozatosabb nyelvén. Az embert küldik, valamire küldik, és ha küldik, akkor van küldő. És én nem akarom a küldőt teológiai értelemben megszemélyesíteni, de tudom, hogy van küldő. És Pilinszky ezt hozzátette, hogy ez a küldő képességeket adott az anyamékbe, az anyának, és rajta keresztül az újszülöttnek képességeket, adottságokat, és adott hozzá szabad akaratot. Tehát felszabadított attól, hogy nekem azt kelljen gondolnom, hogy minden dolgot úgy kell csinálnom, hogy a küldő mondja. Szabad akaratot kaptam, mérlegelni kell ezeket a képességeket, és meg kell valósítani. Rájöttem arra, hogy az embernek igazán a küldés értelmében más szándéka nem igaz lehet, mint hogy hasznossá kell válnia. A tudósnak a tudományba kell hasznossá válnia, a művészetnek a művészetbe, a politikusnak a politikába, a bankárnak a pénzügyekbe, a katornának a határok védelmében, és ennek a hasznosságnak a haszonhoz, a profithoz semmi köze. Ez nem az a hasznosság. Én nem tudom, hogy a magyar értelmező kézzel megkülönbözteti-e ezt a két fogalmat, ha nem, az egy nagy hiba. Mert hasznosnak lenni annyit jelent, hogy ami nekem jó, a másiknak is jó kell, hogy legyen. Borzasztó egyszerű. Nem kell ehhez filozofálni, meg nagy körmondatokat kitalálni. Neki is jó legyen. És ez a neki egy nemzetben ugye elsősorban magyart jelent. Elsősorban azt a 13 milliót, akik között élünk. De hát az emberiségnek is részesei vagyunk, próbáljunk úgy dolgozni, hogy ez a határon túl is, és azon kívül is a kontinensek többségében is hasznos legyen. Na hát ezt a fajta magatartást elég ritkán találja az ember. Érzésem szerint az oktatás egyik alapelve kellene, hogy legyen. És azokon az oktatási területeken, ahol én dolgoztam, mert voltam a képzős ipányzati szakközépiskola igazgatója, és voltam professzora, most professzor emeritus a Chopin Egyetem művészeti karának, ezt megpróbáltam a hallgatóim tudatába, amilyen mértékig csak lehet erőszakmentesen, diktatórikus magatartásra mentesen tudatosítani, és most, hogy az elmúlt 10-15 évben sorba látom az onnan kikerült versépítész hallgatóimat, és az év versépítészem, mert három is az én növendékeim, valahai növendékeim közül, úgy éreztem, hogy ezt az elvet, hogy hasznosnak lenni, valamilyen mértékig az én méreteimen belül, szellemi és hatósugari méreteim belül sikerült megvalósítani. Most ez nem a magammal való megelégedés, hanem a megfelelésnek egy olyan érzése, amivel könnyen mondjuk az embernek a 88. évét is elviselni. A hasznosságnak nem csak hatósugara van arra felé, akire vagy amire hasznos vagyok, hanem az egy örömbe visszasugárzik felém. És mindjárt eszembe is jut Fraj Tamásnak egy nagyon érdekes megállapítása, hogy elmondta, hogy az akadémiai tudósok vizsgálták, hogy mi az az emberi tulajdonság, érzés, attitűd, ami az embernek a 180 milliárd agysejtjét kordába tartja. A szervezetét működteti, szellemi és fizikai attitűdjeit működteti, annélkül, hogy orvosra vagy gyógyszerre szüksége volna. És ez az öröm, mondja Fraj Tamás. Most, mikor az ember hasznos valamilyen irányba, hozzá tud járulni egy könyv megjelenéséhez, 20 éven keresztül szerkeszt egy folyóiratot, megcsinál egy filmet, eltáncolja a legfantasztikusabb táncokat, vagy szerez egy új zenét, akkor ez visszasugároz. Tehát tulajdonképpen a hasznosság az örömbe jön vissza, ezek szerintem társ fogalma, hasznosság és az öröm. Ráadásul, hogyha olyan szerencséje van az embernek, mint nekem egész életemben, hogy az én hasznosságomnak a táptalaja is az öröm, nem csak a visszasugárzott nyeresége, hát akkor én nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Érzésem szerint a nemzetnek a küldetése az egyének összességétől van. Annak a 13 millió magyarnak a fontosságából a történelemben, és nem csak a Kárpát-medencével körül határok több történelemben, hanem a világ történelmében is ebben van a jelentősége.
millió hasznosságból áll a nemzet hasznossága, ugyanis a nemzet hasznossága Európának és a világnak. Mi nagyon-nagyon sokat adtunk a világnak. Nem véletlen, hogy a bolgárokon kívül egyetlen honfoglaláskori nép nem él. Valami titka kell, hogy legyen abba, hogy mi vagyunk. Valamilyen titka, ez a titok érzésem szerint abszolút elsősorban a tűrőképességünkből van. Hála Istennek, én sok panaszkodó emberrel találkozom, akik elképesztő teljesítményeket hoznak létre. Miközben ugyanis nekik a szükséges és a lehetséges, mint két diagram, a gondolataikban, a szellemükben egy szinten van. Én azok közé tartozom, akik remélem, hogy sok tekintetben érzem, hogy milyen szükséges, de a lehetséges mindig hozzáigazítom a maximális fokon. Ugyanis, hogyha az ember a lehetséges túlkompenzálja, akkor semmit sem ér el. Aki valamilyen képességet fölismert magába, azt ki kell fejteni. És az egész életem abból állt, hogy 5-10 évenként rájöttem, hogy rajzolni is tudok, festeni nem tudok, ki tudok találni a mozaik készítésbe egy új műfajt, könyveket tudok írni, mert a 21. könyvemben vagyok túl, filmeket tudok csinálni, televíziós adásokra tudok inspirálni kultúrembereket. Van egy fogalom, az autarchia, amit a mai napig szinte mindenki negatív dolognak hisz. Érzésem szerint a magyar népnek a tűrő képesség egy pozitív autarkiában van, hogy azokban a katasztrofális történelmi időkben, a tatárjárástól, az iszlámig és a Rákóczi szabadságharcig és a három részre szakadásig és a hitleri rendszerig és a kommunizmusig, ez egy fantasztikusan nagy dolog volt, hogy amit egy csomó nemzet mástól vár, kegyelmet, politikai segítséget, mit, ezt a nép eltűrte. Túl tudott lenni rajta, és mindig volt egy olyan pozitív magja, amelyik az árulóival szemben, a hanyagjaival szemben, az álmodozóival szemben konkrétumokat csinált meg. Kiment és elvetette a magot, és elbújt a szobájába, és megírta a regényt. És elbújt a műterembe, és megcsinálta a filmet. És elbújt a műterembe, és megfestette a képet, és sorolhatnám különböző művészeti ágakat, amik fantasztikus teljesítéseket csináltak. Mondjuk volt egy Kész Gyula nevű, nagyhírű versépítészek, az Ipercseti Főiskolának volt a rektora, akit meghívtak a Bauhausba. És akit meghívtak a Bauhausba, az akkori Európának az a düllesztői közé tartozott. Kész Gyula ír egy levelet a Bauhausnak, hogy ő a magyar kultúra nemesítésén és felemelésén akar csak tovább dolgozni. Hogy később Kossuth Díjas lesz, és nekem professzorom is volt, sőt könyvet is csináltam vele együtt, ezt én borzasztó nagy dolog, bocsánat, nem borzasztó. Felemelően nagy dolognak tartok, mert ez is a tűrőképességnek egy nagyon pozitív vonása. Nem az, hogy eltűröm azt, ami rossz, hanem tudomásul veszem azt, ami rossz, és minden erőmmel meg akarom haladni. És ez néha még sikerül is. És ez a néha még sikerül is, az 56. Ez egy tipikus esete annak, hogy amikor elszakad a cérna, amikor úgy érzi egy generáció, vagy egy történelmi kategóriája a magyar népességnek, hogy ez így nem mehet tovább, mert túl van az én tűrőképességem határa, amikor fellép, és utána újra jön a tűrőképességének az igénybevétele, mert megnyerjük a forradalmat, és elvesztjük a történelemnek a következő évtizedeit. És megint tűrnünk kell, és meghalnak érte, és lelövetik magukat érte, és hortobályra mennek érte, és az egész életük, az egzisztenciájuk letaposásával történik, mégis tűrnek, és szülnek gyereket, és szülnek unokát, és dédunokát, nekem 3 dédunokám van, csodálatos borontyok, rájuk van bízva az, hogy a mi tűrő képességünk eredményeivel gazdálkodjanak. Nekem a bizalmamat a világhoz, meg azt, hogy rámerem a jövendőre hagyni a fiam sorsát, a fiam az unokám sorsát, az unokám dédunokáim sorsát, ezen a biztonságérzeten alapszik, hogy annak a világnak voltam hasznos részvevője, tévedésekkel, hibák, talán bűnökkel nem.
tévedésekkel, hibákkal, védkekkel, melléfogásokkal, de a jó irányba menő vonaton ültem és ülök, és az én bizodalmam a jövő iránt ebből fakad, hogy bejárok 88 éves koromban, ugye itt ebbe az irodába, titkárságom van, telefonom van, ide jönnek a kollégáim, és még maga is ide jött engem megfaggatni, hát most mondja, miért panaszkodjak? Miért panaszkodjak? Én, aki hát ugye iparösszettel foglalkoztam meg, és életem is, a könyvem is erről szólnak, úgy elképzelek magamba egy ilyen öntött vas háztartási mérleget, ami régen minden konyhában volt. Ilyen szép, szép kis szirádás, vagy két résztányér volt rajta, és ugye középen volt ez a, amelyik megmutatta, hogy a súly vagy a veletett termék a nagyobb súlyú. Én az egész magyar közéletet most így tart, így figyelem, mégpedig úgy, hogy a jó van az egyik tányérba, és a rossz és a destrukció és a rombolás, a nemzettudat hiány van a másikba. És most nekünk az a dolgunk, akik most élünk 3-4 generáció egy időben, hogy úgy terheljük a jónak a serpenyőjét állandóan, hogy ez a ki ne billenjen a rossz irányába. Megvan a veszélye. Gond van a nemzettudat. És mivel én ugye egész életemben a kultúrával foglalkoztam, messze túl a saját szakmámon, és könyvem van róla, és államtitkárként is kulturális államtitkár voltam, és végig szenvedtem a Kulturális Bizottság ülését a parlamentben sok-sok éve keresztül a felelőtlen, meggondolatlan, nemzetgyalázó destrukciónak az állandó tudomásul vételével és valamilyen módon való visszareagálásával, hogy a kultúra fogalmát tisztázni kell. Én már a parlamentben is kétszer is saját könyveimben is megpróbáltam elhitetni, még a saját oldalunkhoz tartozókkal sem mindig sikerült, hogy a nemzeti kultúra és a nemzet kultúrája nem azonos. A nemzet kultúrájának alapja a nemzeti kultúra, és a nemzeti kultúra az a saját múltunkkal való foglalkozása, a saját jelenünk megélése, és a saját jövőnkre vonatkozó terveknek a hármas egysége. Ez a magyar kultúra alapja, a nemzeti kultúra, amelyiket államnak, önkormányzatoknak, alapítványoknak, személyeknek, egyesületeknek gondozni kell, finanszírozni kell, és első jogot adni az egészbe. A nemzet kultúrája nem ilyen mély, de egy kicsit tágabb, mert a nemzet kultúrájában benne kell lenni a szomszédos népek, az eurépek, a kultúra történelme különböző erényeinek, amivel a nemzeti kultúra kapcsolatot tud tartani a világ sokféle kulturális jelenségével. Most egy nagyon tipikus példát mondok, nemzeti kultúra az, hogyha egy Erkel operát a Magyar Operaházba magyar zenészek, magyar énekesek énekelnek, és magyar a közönsége. Abban a pillanatban a nemzet kultúrájához tartozik ugyanez az opera, hogyha eljönnek Washingtonból, eljön egy operaház, itt énekel, és mondjuk a Budapestre akkreditált diplomáciai testületek kultúra emberi vannak az operában. A kettőnek megvan a kapcsolat, a kettő nem ellentétes. A kettőnek a nem harca, hanem vetélkedése, az nem harc, nem küzdelem, ott nem kell győzni. Csak az első fontosabb. Az elsőt kell tanítani, a második, a más nemzetek kulturális törekvéseiből úgyis létrejön. Hát itt lengyel intézet van, szlovák intézet van, román intézet van, egy csomó francia intézet van, egy csomó minden van, ami a saját kultúráikat idehozza, és boldogan élvezem, ha megyek a kiállításaira, a koncertjeire. De az első, a fontosabb, az elsőt kell tanítani, a legkisebb kortól kezdve, és minden olyan részvevőjét, fiút, lányt támogatni kell, aki ennek a nemzeti kultúrának a gyökereit kutatja, a jelenét élti meg, és éli meg, és gondol arra, hogy az ő leszármazottainak is ezt a jövőben meg kell tanítani. Sajnos a kortárs művészetek nem a könnyebb megértés irányába próbálják megközelíteni a közönséget. A kortárs műveknek a megértése az átlag közönség számára egyre kevesebb, mert a kortárs művek egyre több a blöff.
A festőnek nem biztos, hogy kell tudni festeni, a filmesnek nem biztos, hogy kellene tudni filmezni, a regényírónak nem biztos, hogy kellene tudni regényt írni, folytathatnám ezt a sort a különböző művészeti ágakba, mert blöffel és divat hajhászással be lehet helyettesíteni a minőséget. Most amikor, ahogy most nagyon nagyot ugrok, a magyar külpolitika a nemzeti szuverenitás dolgába próbálja a feladatát megélni, akkor ezt bizonyos értelemben a művészeknek is kötelessége volna követni. Hála Istennek sok olyan művész van, aki ezt megteszi, megcsinálja, de nem tömegszerűen, mert ugye nem jut el az átlagfogyasztóhoz. Például a vizuális művészetek, a kép, a szobor, a kis plasztika, az ötvös mű, a fotó kikerül a átlagakásokból. Nincs benne, mert nincs az a fogyasztó kulturális középosztály egyelőre Magyarországon, ezt feláldozták az elmúlt 50 esztendőben, a korai 48 esztendőben, hogy nincs az, amelyik hazaviszi ezeket a műveket, és időt ad arra a szemlélődésre és meditálásra, amire a kiáltási megnyitókon vagy a tárlatokon nincs ideje, vagy nem kap megfelelő vezetést. Én a mi filozófiai gondolkodásunkkal egyetértők, képzőnyszekkel, iparnyszekkel is vitában vagyok ebben a dologban, hogy kellene az átlagembert, és ezt nagy betűvel írom, átlag, nagyon nagy betűkkel, az átlagembert megközelíteni a művészeteknek, mert ez a 10 millióból 8 millió. Ez egy igen nagy probléma, nagyon függ attól, hogy a például a művészeti oktatásban, ugye nem a művészet oktatásában, mert az egy külön dolog, hogy a művészeket hogy képezzük, hanem van a művészeti oktatásban, amiben valamilyen alapszinten minden gyereknek részesülni kellene. Én voltam a képzős iparügyi szakközépiskola igazgatója 4 évig, és elmondom magának, nagyon röviden, mibe buktam bele. Úgyhogy a képzőszeretett főiskola rektora, mint az iskolának a felső vezető, elbocsátott. Elbocsátás után perre vittem a dolgot, visszahelyezték, és utána én mondtam le, hogy ne kipenderítsenek, hanem én váljak meg tőle. Az azon alapult, hogy egy szakközépiskolában, amelyik művészeti szakközépiskolát, tehát otthon kell lenni a gyereknek abban az épületben, rájöttem, hogy a közismereti oktatást és a művészeti oktatást nem szabad nagyon elkülöníteni, mert a gyereknek a reggel 7 órás felkelésre, az eset 11 órás lefekvéséig az összes művészeti ággal nappal találkozik. És én fogtam osztályokat, a képzőszer főiskola rektora engedélye ellenére, és elindultam a Kálvin téren, és elindultunk a Hősök terére reggel 8-tól 12-ig. És azt a 80-100 helyszínt, némelyiket még belülről is végigbeszélgettük, amelyen egyfolytában jelen volt a művészet. Jelen volt a szín, a forma, az arány, a lépték, jelen volt az építészet, a szobrászat, a festészet, a divattervezés, a légszer, a karórától, mondjuk a már dizájnról van szó, minden, és ámultak a gyerekek, hogy Atya Isten, a matematikában is benne van a művészet, a kémiában is benne van, a fizikában is benne van, a környezetismeretben is benne van, hát a művészet történetben, meg az irodalomban aztán természetén fogva tele van, és heteken keresztül olyan elképesztő dolgozatokat kaptam a gyerekektől, zártai dolgozatokat, hogy ámultam, hogy te jó Isten, ezek a gyerekek 12-13 éves korukban többet vettek észre a művészet jelenlétéről a 4 óra alatt, mint én, aki azt hittem, hogy ezt tanítani kell nekik, hát persze tanítani kell. Úgyhogy döbbenetes élmény volt, nekem ez adott bátorságot, hogy a nyugdíjam évében habilitáltam egyetemi tanárra, és tanítottam még tovább 15 évig egyetemen, egy kicsit ennek a szellemiségében, és mikor kiderültek ezek a látogatások, elbocsátott a rektor. Ez nem úgy fog történni, hogy valaki valahol leírja az ideális megoldást, és lő egyet, és a 3300 magyar iskolában minden megváltozik, és a 200 ezer magyar pedagógusnak belülről mindene megvan. Nem így. Kísérleteken és jó példák kialakítása alapul. Már érzésem, hogy 8-10 éve lenni kellene olyan magyar iskoláknak, ahol ez a szisztéma próbára megy.
a bukkanói, akadálya, egy csomó minden kiderül, azt részletenként korrigálni lehet, úgyhogy általánosítani lehessen. Tehát nem hiszek abban, hogy majd valaki int egyet és minden jó lesz. Nem így lesz jó, küzdelmek árán lesz jó. A kiváló pedagógusok fölismerései keresztül lesz jó, meg a szülőknek a beleegyezésén, hogy valaminek másképp kell történnie, mint az ő gyerekkorában történt. Az oktatás nem a tankönyvekbe és a tanmenetekbe dől el igazán, hanem a pecsöngetéstől a kicsöngetésig dől el. Az az időszak, az a 40-50 perc, ami kontrollálhatatlan. Ami 3000 iskolába, 15-20 ezer tanterembe és 50 ezer pedagógus esetében kontrollálhatatlan. Oda minden rossz veszivárokat. Azt csinál tulajdonképpen a tanár, amit akar. Ez egy nagyon súlyos dolog, és ezt nem azért mondom, mert a tanárt ellenőrizni meg fegyelmezni kellene, hanem joggal kellene megbízni a nemzet tudatába, ami nagyon sok esetben nincs. Nekem rengeteg pedagógussal volt életemben a legkülönbözőbb fajta vitám, és nagyon nehezen tudtunk tülőre jutni, hogy ő az ösztöneivel érezze meg, amit nekem az eszem sugalt, nem az ösztöneim, hogy van nemzeti kultúra, és van nemzetkultúrája. Sőt, ha nagyon kategórikus leszek, még azt is mondom, hogy van nemzeti tudomány is, ami nem annyira bonyolul, illetve nem annyira tételszerű, mint a nemzeti kultúra, de engem tanított az öveges fizikára. Én olyan iskolába jártam, a Banki Dónát technikumba, és nem gimnáziumot végeztem, ahova azokat a tanárokat, ő reverendából tanított, azokat a tanárokat küldték, akik politikailag megbízhatatlanok voltak. Tehát olyan átlag fölötti szellemi színvonalú tanári kar volt, író, költő, mérnök, nem tudom én ki, akit oda számíztak ebbe a technikumba, mert a középiskolák sorába ugye utolsó helye volt, mert az előkelő gimnáziumok dülesztettek, a kommunista ideológiának behódolt igazgatókkal és tanárokkal. Ez a nemzettudat probléma, ez egy borzasztó nagy probléma, mert ehhez nem egészen elegendő az, hogy egy kormány vagy egy miniszterelnök nemzettudata milyen, és milyen erővel küzd meg a nemzetköziségnek, vagy mondjuk esetünkben az uniónak a porondján azért, hogy mi szuverének legyünk, nekem van saját kultúránk, van saját tudományunk, saját földünk, vízünk, hegyünk, bányánk, iskolánk, múzeumunk, mezőgazdasági üzemünk és gyárunk, hanem ez a polgárnak a nemzettudata kell, mert a politikának is alapozni kell tudni valamire. Az sem mehet a levegőbe. És ebben a tekintetben vannak néha agályaim, és bevallom magának, hogy akkor tudom ezeket az agályokat feloldani, és a végén este mosolyogni és boldogan enni egy tojásra se rántott át, amikor vidékre megyek. Akkor elmegyek egy pajta színházi előadásra Zalába. Vagy amikor megnézem, hogy fejlesztik, hogy zalaegerszegi vagyok, azért mondom a példákat, hogy fejlesztik a skanzen, vagy hogy épül a Mindszenti Központ, vagy hihetetlen öntevékeny népvészeti körökre, kerámiába, textilbe és csomó mindenbe, amelyik nem a primér paraszti kultúrának a feltámasztásával foglalkozik, ma már nincs primér paraszti kultúra. Ma traktorokat hajtanak jelképesen ostorról, és nem lovakat. De elképesztő, hogy milyen szuverenitással őrzik meg a népvészeti emlékeket táncba és ostor csattogtatásba és a bárányok megnyírásába, és hát a termékekről már nem is beszélve. Ahogy látom a táncegyütteseket, vagy végignézem a repülőpávát, vagy a szívem meleg. Nem tudok úgy elmenni vidékre, hogy ne találkozzak valami olyan dolog, azt mondja, igen, itt van a bázis, itt van. Ezek közül kell minél többnek értelmiségévé kiválnia, aki ezt nem megtagadja, hanem a saját pozíciójába élteti tovább. Magyar történelem egy lehetséges, ideális, saját fejlődési vonalához
egy dánhoz, egy hollandhoz, egy finnhez képest 50 éves késésben van. Ennek a késésnek a ledolgozása folyik ma Magyarországon. Botlatozásokkal, hibákkal, félreértésekkel együtt is, de jó irányban. Ezt a késést le kell tudni dolgozni. Iszonyatos küzdelem. Ahogy én egy kicsit mélyebben is foglalkozom az Európai Uniókkal, foglalkozom különböző felszólásokkal és műegyekkel, döbbenetes küzdelem folyik a saját történelmünkkel szinkronban levő nemzetek pökhendisége folytán. Elképesztő, hogy mit gondolnak azok az országok rólunk, akik nem tudják, hogy itt mi van, nem élték át a szocializmus, kommunizmus 50 eszendejét, és nem tudják, hogy ennek a késésnek a ledolgozása infrastruktúrába, utakba, intézményekbe, bányászatba, közlekedésbe, millió mindenbe bezárvozó oktatásig. Majdnem azt mondom, hogy szinte a művészet az egyetlen, amelyik a zene például, vagy a színház, amelyik ennek a késésnek nem lett abban az értelemben vesztese, hogy aggódni kellene, hogy a késést be tudjuk-e hozni. Jó példa erre a 90-ben, amikor a szevillai, 91-ben, amikor a szevillai világkiállítás volt, és Makovesz Imrének a pavilonja ment oda, én kormánybiztos voltam, és sokat jártam ki Szevillába, építkezés, ellenőrzés, minden, és egyszer Antal József felhívott telefonon egy reggel, hogy nem is akar hivatalos utat, nekem személyesen mondja, villámgyorsan hozzak létre egy egypéldányos magyar könyvet, magyarul és spanyolul, a legszebb, legrégibb 100 magyar templomból, csapjunk a hónok alá, és vigyük el a szevélyi érseknek Makovesz Imrével, amikor egyszer ott építést vezetünk. Megtörtént, létrehoztam a könyvet, megírtam az előszobát, kaptunk, hogy e-mail nem létezett, még egy ilyen gépi aláírás Antal Józseftől, meghallgatást kértünk a érsektől, elmentünk a rezidenciára, királyi körülmények között fogadott, Makovesz Imre, átadtuk a könyvet, és az érsek kezébe vette, és elkezdte lapozni. Lapozott 8-10, becsukta, és azt mondta, hogy uraim, nem is gondoltam, hogy Magyarországon ennyi templom van. És Makovesz Imre paprika vörös lett, és azt mondta, hogy és még 23 000. Tehát egy vezető nyugat-európai értelmiségi, aki ráadásul, hát teológus révén már, úgy otthon is kellett lenni a világkultúrában, a kereszténység okán, nem tudja 1992-ben, hogy Magyarországon nem 100 templom van, hanem 23 000. Nem azt kell tudnia, hogy 23 000. Azt kell tudnia, hogy nem 100. Mert neki tudnia kellett Pannonhalmáról, még 1008 éves, vagy a somogyvári, nem tudom én, ásatásokról, vagy hát Erdélyről, vagy felvő, hihetetlen. És ez a tudat, hogy nem tudják, hogy igazán kik vagyunk, mert nem tudtuk bebizonyítani, építészeti múzeum majd erre vállalkozik, hogy nem tudtuk bebizonyítani, félreértenek bennünket. Na most, hogyha ez a félreértéshez, adathiányhoz, történelemhiányhoz, még rossz indulat is, és megfertőzött pénz is hozzájárul, akkor majdnem azt mondhatnám, hogy vége a világnak, csak én optimista vagyok, mert én nem engedem meg a magam pici hatósugarába, hogy vége legyen ennek a világnak, és én küzdök, hogy ne az a világ teperje le ezt a világot. Nekem ez a 100 év a csoda. Az 1100 éves Kárpát-medencei történelemnek a legnagyobb csodája. Minket Trianonba halálra ítéltek, a értékes földjeinket elvették, gyakorlatilag úgy nagyon nagy túlzással egy mezőt hagytak a Kárpát-medence közepén, ahova ide folyik minden víz, most már szenny is. Nem tudom, mitől élünk, de tudom, attól a túlélő képességtől, amiről beszéltem. Attól, hogy itt most például mi beszélünk erről. Mi tudunk erről úgy beszélni, hogy nem siránkozunk, nem panatkozunk, nem a számlát akarjuk benyújtani azoknak a generációknak, még Nyugat-Európában se, akiknek semmi közük már a Trianonhoz nincsen. De hogy a Trianonnak ezt a szellemi csonkító elképzelését tovább folytatják, ezzel minden lehetséges belső erőmmel tiltakozom, nem engedem meg,
magamnak, hogy arra gondoljak, hogy itt bárkinek vége volna. És nem csak azért, mert a 7 éves, meg a 3 és fél éves, meg a másfél éves dédunokám, a legnagyobb dédunokám, amikor annyi idős lesz, mint én, 2100-at fogunk írni. Gondoljuk végig, 2020-ban élünk most, 80 év múlva. Nekem minden gondolatomnak, minden barátságomnak, minden levelemnek, minden kérésemnek, minden tiltakozásomnak arra kell irányulni, hogy ne történjék annyi rossz, amelyik a létező jót felülmúlja, mert van létező jó. És mivel sokat jártam Felvidéken és Kárpát-Ukrajnában sem, a családom erdélyi, tordai, visszamenőleg, több generációra visszamenőleg, én ámulok azon a kitartáson, amivel a magja, nem a teljessége, nem a 3 millió erdélyi, és nem a 180 ezer kárpátújai, és nem a 1 millió körüli szlovákiai magyar, hanem azoknak az 700 géberei, akik ugyanazt gondolják, mint én most, meg hát maga a kérdéseiből kidelik pláne, hogy maguk, hogy nem vagyok pessimista, de minden pillanatban, minden nap rendkívül ébernek kell lenni, és egy kicsit, ami van és ami jó, egy kicsit jobban kéne örülni. Egy kicsit jobban kéne örülni mindennek, ami valamilyen pozitív értelemben valaha történik. Én említettem az előbb a Pajta Színház dolgot, én még ilyen fantasztikus, csodálatos kezdeményezést nem is láttam. Voltam olyan előadásokon a Nemzeti Színházban, ahol egy kb. 200 lakosú községnek egy 8 tagú két családja a község történetét dolgozza fel a saját amatőr színpadi játszásában. A csecsemő is játszik benne, meg a dédnagypapa is játszik benne, mennek egyik faluból a másikba, semmilyen előkelő körülményt nem kívánnak, nem akarnak bekérezkedni egy színházba, hanem a Pajta Színház pajtába játszik a szónak az átvitt értelmében is, és azon az előadáson, amit most elmondtam, két autóbusszal a falunak, a községnek, a lakosságnak a 70%-a úgy jött fel az előadásra, hogy akik otthon maradtak, azok beosztották, hogy melyik az a két ház, amire vigyázni kell, hogy beletörjenek. Na most ez az autonóm szervezkedésnek egy olyan foka, amihez képest egy szervező cég csak tud dolgozni nagyban, hogyha egy fesztivált rendel, vagy valamit, hogy ennyire végig gondolja a saját életét. Most akik itt a színházban játszanak, és akik leülnek a székre, hogy a Sógot, meg a Komát, meg a Szomszédot, hogy a református megnézze a katolikust, és a katolikus megnézze a reformátust, példa nélküli. És minél több ilyen példa kellene, ez átvitt értelemben ezt a példát be lehet vinni a múzeumba is, meg a könyvtárba is, meg az iskolába is, meg a maga intézményeibe is, meg az én intézményébe, meg az én intézményembe is, akkor ennek jó vége lehet. Lehet, hogy Európában fognak eltűnni különböző nemzeti, különböző okok miatt, de az én nemzetem meg fog maradni. Az én nemzetem magyarul fog beszélni a világ legelképesztőbb és legváltozatosabb nyelvén, ezt csak úgy külön hozzáteszem, ami hát még egy egészen külön kérdés. És nem azért, mert ennek meg annak hiszek vagy valami, hanem államtitkár koromban hozzám került egy tükanyag, egy titkos ügykeresés anyag, hogy a Amerikában felülvizsgálták azt a 30 leggyakrabban beszélő nyelvet a világon, amiköz a 28. a magyar. Azért, mert akkor konstatálták, hogy a diplomácia nyelve franciáról átment az angolra, és a fejlődő számítógép világ nyelve angol, tehát van-e még, létezik-e még olyan nyelv, amivel ezeket pótolni lehetne. És ennek a sornak a legvégén a magyar volt, mint a pótlására teljesen legalkalmatlanabb nyelv, ugyanis olyan gazdag, olyan hatalmas szinonima készlete van, mindene megtanulhatatlan. Hogy ebbe bele kell születni, egy nagyon csúnya szónak a csúnya fogalomnak a 16 változatát sorolták fel, de elképesztő, de mondanom kell, mert a 18 változat, vagy 16 változatát nem mondom el. Ez a popsi. Elképesztő kulturális kép annál fogva, hogy ahogy a közegének a nyelvéből mindent, amiben integrálhatott a magyarba, beintegrált a szlávból, a germánból, ilyenből, meg olyanból, meg a bolgárból, meg mindenféléből, hát az ázsi beütésekről nem is beszélve, leradírozhatatlan
a nyelv. Na most, mint a nyelvünket, mint a kultúra abszolút alapját meg tudjuk őrizni, beszélni tudjuk, addig van remény arra, hogy ennek a közönség megtartó ereje, a kommunikációs közönség megtartója a tanulásba, a turizmusba, a házasságokba, a társadalmi életbe, az egyházi életbe, tehát a szakás életbe, ez megőződik, optimista vagyok.